Mellesleg sokkal izgalmasabb kérdés, hogy a közélet ilyen-olyan szereplői hogyan ünnepelnek és mit várnak a következő esztendőtől. Ennek próbáltam meg utána járni, ezúttal nem egy ott felejtett, hanem a kezemben tartott mikrofonnal, meg egy telefonnal, aki ebben segít természetesen, Aradi Tibor. Karácsony Gergely főpolgármestert egy hosszú autósorban találtuk meg. Bocsánat, polgármester úr, van pár perce, így letekert ablakkal? Hogyne, nem rövid a sor, és ez a lámpa úgyse lesz zöld még egy pár óráig. Ilyen jól ismeri? Persze, én állítottam be. És honnan jön a hivatalból? Onnan, igen. Hogy fog telni az önről elnevezett ünnep? Amelyet a Gergely naptárból ismerünk. Igen, hát mint tudjuk, nincs Karácsony Gergely nélkül. Nagyon vicces, de nem hiszem, hogy szentestére hazaérek. No, csak ilyen sok a munka? Nem, csak tegnap előtt délelőtt indultam el a városházáról, azóta ennyit haladtam előre. Én nem tudom, ki a felelős ezért a káoszért, de hogy nincs helye ott, ahol dolgozik, az fix. Előfordulhat, hogy ön még az idén zöld utat kap? Idén lehet, de jövőre. Pár autóval odébb egy Skoda volánja mögött Gyurcsány Ferenc próbált kievickélni a pesti autós karnevál tengeréből. Bocsánat. Elnézést! Haragudjon már! Bocsánat, de a kocsiba sehol nincs a pró. Igen, de gondoltam, hogy a felesége felmenőinél csak akad. Bocsánat, nem tudok segíteni. Nem PR-ra kell. Nekem igen. De én nem kéregetek, illetve de, csak én egy villáminterjút szeretnék kéregetni öntől. Hagyjanak már békén engem a villámmal. A kormánypártiaknak sokkal több villájuk van. Birgumburgum! Klári Feri. Klári Feri, nem? Pártelnök úr, csak annyi lenne a kérdésem, hogy milyen lesz az idei ünnep? Árnyék karácsonyfát díszítünk, árnyékdíszekkel, adunk egymásnak árnyékajándékokat, az ünnepi árnyékasztal körül árnyékszéken ülünk. Ez szóval árnyékos ünnep lesz egy árnyék kormánynak, de én leszek a fán a csúcsdísz. A csúcsdísz? Igen, hogy megint ott legyek a toppon. Mit vár a 2024-es évtől? Ha nem Orbán lenne a miniszterelnök, már rég 2034-et írnánk. Ugyanebben a dugóban találkoztunk az előbb Karácsony Gergellyel, csak ő előrébb áll. Igen, és én mindig ott állok valahol mögötte. Jó, akkor nem is tartom fel, látom, megindult a sor. Orbán Viktor telefonon értük el. Miniszterelnök úr, telefon. Ki az már megint? Fontos Putyin, Erdogan, ki az? Nem, az Aradi Varga. Egy Varga Aradról? Nem, azt hiszem, az a kókuszos a tévéből. Halló? Nincs kókusz. Magyarországon magyar gyümölcs van. És kókusz? Lassan mondom, hogy ön is megértse. Nincs kókusz. És róka? Vagy póni? A rókát most lőtte le a semmilyen egy póniról. Vízipisztollyal. Bocsánat, most már én vagyok miniszterelnök úr, csak érdeklődnénk, hogy hogyan telnek majd az ünnepek. Magyarországon mindenkinek csak jól telhet az ünnepe, így nekem is. És a szegényeknek? Egy munkaalapú társadalomban nincsenek szegények, csak kismértékben gazdagok. Nekik is boldog karácsonyt. És mit vár a jövő esztendőtől? 2024 a gazdasági fellendülés és a stabilitás éve lesz. Matolcsi György korán sem derülátó a jövőt illetően. Neki is boldog karácsonyt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Önnek is boldog karácsonyt, és hello, Röfik. Fábri Sándort nem kellett sokáig keresnünk, itt a színpad mögött kérdeztük. Sanyikám, hangsúlyozom, hogy röviden.
Milyen lesz a karácsony? Értettem a célzását, a karácsonnyal nem lesz gond, szűk családi körben fogom folytatni azt a design centert a kapott ajándékokról, amelyet még tavaly december végén kezdtem el. Sanyi, és hát Sanyi ugye, az ünnepi ebéd. Na most amikor... a karácsonyfa díszek, meg hát ugye hát azért vannak bizonyos ideológiai és fiziológiai zűrzavarok, ugye a sokszínű angyalka, aki egy hálóingben röpköd, meg a... Szóval, meg a puttó. Tudjuk, mi a puttó? Fiatalok nem tudják, mi a puttó, ugye? Kevés az időnk, a puttó, hát ez egy ilyen mesztelen baba figura a barokkor kínosabb időszakából. Na most ebből is van szárnyas, ami hát ugye, ha mesztelenül száldos, hát minimum a menetszéltől ugye megfagy, úgyhogy azért itt egy picit többet vártam azért. Szóval, Sanyi, szorít az idő, úgyhogy... Meg ezek a szűk gatyák is, hát én nem tudom, hogy ez a mai divat mit csinál oda lent a fiatalokkal, de hogy ez gyermeknemzésre fixel alkalmatlan, szóval hát azért itt egy szolid tapsot azért elvártam volna. Jó? Úgyhogy... Gyerekek, Sanyi, ez időben jó volt, akkor most vagy? Abszolút. Sanyi, mivel indul a jövő éved? Hát egy szolid tapssal, meg egy köszönéssel, napszaknak megfelelően, ugye, így erős izgalmi állapotban, úgyhogy köszönöm szépen. Jó, hát igen, ezt vártuk ide. Adás közben. Bátorkodtam felhívni Verebes Istvánt, felvette. Szia, Pista! Hagyjál békén. Csak a Tibivel érdeklődnénk, hogy hogy készülsz a karácsonyra? Hát, főzök egy kávét. Ennyi az összünnepi program? Ja, meg kikapcsolom a telefont. És mit vársz 2024-től? Pista! Pista, halló! Itt vagy még? Pista! Ja, ki az már megint? Még mindig én, csak annyi a kérdésem, hogy mit vársz a jövő évtől, 2024-től? Basszus, 2024 jön? Hát nagyon elaludtam.